Sziasztok, ismét újra jelennék. Facebook és ASH kérdésekkel. Első kérdés, kinél laksz? Hát, albéletben lakok. Akkor rátérek a következő kérdésre. Küldeném a csomagot, hova küldjem? Írja, és megadom a lakcímet. Akkor ez is megvan. Akkor térjünk a következőre. A te töltöd fel a videókat. Hát, mondtam is nektek a múltkori videóban, hogy nekem a laptop-szerűség, tudjátok, amit mutattam nektek a videóban, azért kellett, hogy az alapján tudjam nektek csinálni a többi, hogy mondják. És akkor ezért kellett, akkor jöjjön a következő. Igen, te töltöd fel a videókat, igen, ez megvan, hogy ne keveredjek össze. Akkor te kommentálsz? Igen, persze, hát hogy mondtam is, hogy igen, én kommentálok, egyedül vagyok, mellettem nincsen senki, és akkor így egyedül vagyok. Akkor ez is megvan. Hát, menjünk a következőre. Van bankszámla számom? Hát igen, van bankszámla számom. És akkor menjünk a következőre. Igen, melyik faluban laksz? Hát mondtam nektek a múltkori videóban is, hogy laktam én Kazincbarcikán is. Barcikán. És a Barcikától egy olyan pár kilométerre van ez az orvosbánya. Mondtam, hogy nem akarok hazudni. Azért mondom így, hogy pár kilométer, mert nem tudom, hogy pontosan, hogy milyen hosszú lehet a Barcikától ez a orvosbánya. Akkor ez is megvan. Mehetünk a következőre. Válasz kihívás videót. Persze, vállalok. Ennek az egy témának nagyon örülök, hogy ilyet írtatok. Igen, vállalok. Olyan, hogy mondtam is a múltkorúban is, meg hogy ilyen, hogy főzős, akkor ilyen, hogy karatés. Persze, ilyeneket bevállalok, meg bármilyen, amit tudtok nekem kihívásokat adni, akkor ezeket szívesen el is vállalom nektek, és be is mutatom a videóba, és akkor így tovább írjatok, meg csináljátok nekem ezt a zét, hogy akkor én is az alapján tudok törekedni, vagy csinálni nektek a videókat. Akkor igen, hol van, hogy válasz? Mindjárt egy pillanat. Igen, meg is van. Táncol. Persze, igen, tudok táncolni is. Hát olyan, hogy hogy mondjam nektek, hogy ilyen, hogy népi tánc, szerűség, akkor ilyen diszkó. Ja, meg ahogy mondtál, ilyen, hogy nagyon picit, ilyen kicsit, hogy brékelni is, de csak az alapokat tudom még. Most arra próbáltam rátérni a brékre, mert ahogy mindenki csinálta ezt a brék számokat, azt az alapján akartam én is megpróbálni. Akkor menjünk tovább. Nézzük a következőt. Hát, civizele, iszol, vagy kávé. Hát, hogy mondjam nektek, ezek is olyan, ne haragudjál meg, aki írta ezeket nekem. Hát, olyan buta kérdések, hogy hogy mondjam neked, hogy nem akarlak megsérteni, hogy ez nekem
hogy cigizelni, kávézol, meg ilyesmi, ez nekem buta, butaság, mert a cigizést nem cigizek, már eleve alapból nem cigizek, mert még a szagját, meg a, hogy mondják át, a füstét is utálom nagyon, meg a belülről a szervezetet is tönkrevágja. Jó, igaz, hogy az ital is tönkrevágja, a szervezetet, mindent, de azért az másabb, mint a cigizés, mert aki egyszer arra rászokik, hogy cigizik, meg ahogy iszik, ugye, ahogy mondtam is, na mindegy, akkor ez is be van fejezve. Kávézni, hát kávézni azt úgy kezdek, hogy minden reggel, talán még ez, ami olyan egészséges, de még ez sem olyan egészséges. Akkor ezekkel a témákkal meg is volna. Én szerintem. És akkor átérnek egy kis beszélgetésre. Arra szeretném kérdezni azt a Ilonka nevezetű hölgyet, hogy nagyon szépen köszönöm, amit küldött. Arra, hogy továbbra is köszönöm, amit küldtél. Ne legyen kavarodás, ne legyen semmi. Hogy akkor nagyon szépen köszönöm, hogy nézed a videómat, és akkor így próbál lájkolni, és írjál is, és akkor megmutatnám, amiket küldtél nekem, nagyon szépen köszönöm, és akkor megmutatnám, pillanat, megmutatnám, azt mondja, hogy itt volna egy olaj, hogy látszódik, meg is mutattam így, és akkor itt az olaj, ez egyszer megvan, akkor már összekedem, küldött egy rizsát is nekem, ezt is nagyon szépen megköszönöm, akkor küldött tésztákat, és igen, tésztákból is, akkor legtöbb a fajta tésztából is, ez ilyen csőtésztaszerűségű tészta, és nem szerűségű, hanem az is, akkor ez ilyen, nem tudom milyen tészta ez, gyermei tészta, ide rá van írva, akkor megint ez ilyen csőtésztaszerűség, akkor igen, ja, akkor ebből kettő, és akkor még van a liszt, a lisztből is kettő van, akkor nagyon szépen köszönöm, és akkor neked még akkor beszélnék neked, ha vannak ilyen közös ismerőseid, akkor azokat is próbáld már meg úgy, hogy én felém irányultani, hogy nézzék a videóimat, meg ilyenek, meg ha úgy van, akkor próbálj meg, adj le egy lakcímet, és akkor szia!